Channel switched. De sok volt benne, megnézted? De kész van az a lényeg. Nagyon féltem. Hogy te nem. Hát én is be volt, belettem volna szarva. De most már kijött minden. Ebben van valami. Hát elméletileg igen. Na jó van akkor. Meg ma, egyébként mondta, hogy nagyon sok ilyen tokos izén van. Tehát, hogy olyan, mint egy gríz, tudod, hogy meg kell szólni, hogy kijöjjön. Hát mondom, tudom. Igen. De azt mondta, hogy vagy ezzel nem tudok mit csinálni. Ez a bőrnek egy rendellenes igazából. Vagy az elszületi, vagy nem. Ez olyan, mint valaki izé, úgy születik, hogy van egy nagy folt, mondjuk a zombián, nem tudsz valami csinálni. Hát persze. Nincs úgy ennyi. Csak mondom, felhívom. Jó van az, de már kész lettél az a lány. Jó van, baby. Majd írsz. Na pusikálok. Juventus. Megkepivel bér. Megyek longra. Megyek bére. Good morning, Gary. Nem voltam útól. Nem adtam. Úr is, egy szóval rá szégyen. Na, hogy jársz már azért? Na, nem csak azt játszottam, hanem 10 percet tudtam. Áááá, nagyon kevés. Hát, egy jó fél órát belekegyem. Alány tudtam el, hogy lehet, hogy tudtam így, lehet, hogy tudtam így, lehet, hogy tudtam így. Óóóó. Gary? Nem látok, pak vagyok, Römbi. Gary, akkor még. Jó, ez csak. Azt tudni. De azt mondtuk, gyerek, azt nem... Natis lőtte a szengem nő fejbe, nem érte. Új út is. Ez laggol ez a gyerek, geci. Az új lőtt fejbe, geci, a tégér lőtt. Engem ölt meg. Tesó, ez mi a fasz volt, geci? Haló? Haló, otthon vagy? Aha, majd egy fél óra múlva, gyere. Miért? Mert játszok. Fejdésítsem akarnél. Tényleg. Állíts meg. Nem bírom. Ne húrjál már fel, nekem még dolgom van. Majd jössz. A cigi az nagy úr. Na, akkor gyere ki a ház elé. Én most nem bírom. Gyorsan, gyorsan. Na csá-csá. Majd jössz. Itt a smile. Kurva. Kell a cigi neki? Túl most írt, hogy szarni vagyok. Ja. Oké.
Szégyen vagy baldi pik, szégyen. Miért nekem mondod te, kefi? Egyem ott az ádat. Oké, és a gyerek az... Ez a geci gábor, ezért el kell rendezem, bazzal, mert nem tetszik. Az a Roy Boy, az hogy lőtt amúgy? Nem a Roy Boy, a Rotring geci. Rotring? Az vettakunk geci, az... Á. Melyik? A Rotring. Nézd, mert 10 éves veterán, az semmi. Á, Roy Boy, az... Nézzem, hogy a Rotring a fiú kelti geci. 10 éves veterán. Ugyanaz a Rotringnak is. Ugyanaz a komment van rajta. Ezek vettakuntak. Akuntok. És azért vették meg a csajnak. Ez kész. Brash, Brashis is. Melyik? Brazis. Ja. Oh, mi ilyeneket kapunk ki folyton, geci? Tudom valakinek? Nem tudom. Nekem ilyen elbaszott akkor van, szerintem azt a nagyit reportolták. Hát a német is, de ez nem attól függ. Szerintem. Hát akkor. Nem tudom. Már csak kell mozik. Jön abban a... Throwing smoke. Jó, 18 látom. Zavarni fog, geci. Mondhatod, még visszafutatnak, menj át, vagy nem tudom. Mondtad, hogy jön az... Jön hát jöttek, gyere vissza, gyere vissza. Nem igaz, menj vissza, nem jön. Itt vannak közel, sokan. Egy hol? Még B lesz. Most mennek vissza. Egy rampa. Ezt kapom. Gyönyörű! Az az én ékim. Vagy Valir, na mindig. Veselek rámpára. Ilyenkor néz ki, geci. Ahogy Cula mondaná. Culának most írtam amúgy. Váróba miért nem tud szólni, hogy ne indítsam el, mert elmész szarni. Érted? Hát elfogadta, bazd meg. De én nem elfogadja, azt elmegy szar. Mit gondolt, hogy 5 perc van? Persze rá sem 5 perc, és geci. Ott én... 1 perc 30-at, te tudom. Jobb esetben. Jobb esetben. Azt mondta, hogy még elgondolkod az életemben, meg ilyeneket hol... Telefon nem szabad bevinni. Az minimum 10 percet töltesz el a... Igen, mert gyorsan csak... Elvi, gyorsan csak... Á, még ezt megnézem, mert azt pörgeted, az 10 percet már ott ülsz a szarodon. Azért le kell húzni, azonnal le kell húzni. Már bőrd is átvette a szagot. Már barna is. De jó lenne, amikor beleszek volna, de ükröd be, Istenem. Nem adjuk be egyszer amúgy. Mit? Meg kell egyszer úgy megkóstolnám amúgy ilyen ízre. Hát mi tart vissza? Olyan lett. Hát a távolság. Mindjárt beleszorok egy csészébe, azt teszem, mint a fagyit. Mennyit fog közben énekelni, hogy kikerem magam szarral. Én később azon gondolkodtam, hogy miért nem szabad megenni, amikor belülünk egy ki. Amit érted, hogy azt szorok, amit megeszi. Ez a legszebb... Ugyanaz én, mint ami a pisádat. Ez a legszebb 5-7 a játékban. Tudom, nézd, szerettem én is annó. Nézd csak meg, Dave. Na, vigyülni, nincsen jó fegyver. Legszebb 5-7, Mici. Hát más nem... Erősítés protokoll. Van még egy szín. Nem rossz amúgy. Jó. Az a baj, most nincsenek teljes színek, mert kicsit szürkés a kép. Mi? Hát már bemegy váró. Add már vissza. Váró. Óvadó volt. Megnézte volna, Baldó is megnézte volna. De nekem van ilyen. Nem számít Baldó. De neked ne legyen ilyen, jó? Baldó nem számít. Jó. Most tudod el. Jó van, csuláltam, hogy ki fogja dobni a gép. Elkéltások kapni. Na, pont itt van, geci. Még egy ilyen edva. Geri, dobhatod is a VP-t akkor. Mi? Tényleg bazd meg, várjál már. Erre is vissza, erre. És ezzel. Köszönjük már neki egy... Kocsi, még most kezdődött a kör. Kocsi. Kocsi. Grenade out.
injury out. Bleeding down smoke. Hogy kifektetté? Flashback. Meg a férfi vázos bicajra tűnik. Menj fort. Gyerik. Mondtam bike. Szép kefi, ezért tartunk. Itt a bomba, banánba. Megyek, segítek. Itt van egy balra, egy közel balra. Jó van, hol. Figyelj, a fejbe vágod. Való vagy. Bazz. A gyerek. Galilla 104-et. Flashback. 100-as lőttem. Olyan jól néz ki ez a scout, nézd meg! És filléreké van a hung. Ez nagyon szarg, egyszer nem lenne benne, mint a jó lenne. 87-et kapott. Apartmanban van. Kérdez meg. Valami néznek jól lenne. Geri. Körülbelül. Geri, csak megölném azt a 10 HP-t, ha nem ölöd meg kik, ennyi. Fix info. Ebbe mentség most nincs. Jó, mert már küzé, tékezzél, hogy még CT. Nincs a házba. Patkóba sincsen. Kisatok. Dobro. Nem. Itt egy kala amúgy. Azt majd jövök fölveszem. Na, bassz meg. Sarokba bújt. Megölni, amúgy. Itt nincs geci. Tudom, hogy itt lesz. Geri Lassraun kick ezért. Jó, ez a VH amúgy. Na, ragudj. Láttad? Na, ragudj, Lassraun kick. 21-03, na azért. Nincs mentség. Álljon meg a menet, nem vagyok én takarítónő. Nincs mentség, fix info. Go, go, go! Robogónál volt, nem biciklini. Ja, igen. Hát az nem pékezdő. Pékezdő utána. Jön a B-ház. Jön a B-ház. Jön a B-ház. Ez volt valami szok. Amma, én oda dobtam. Őt dobták viszont. Vagy Geri, Geri dobták. Igen, lejön. Arra is tudnak menni, igen. Fész. Jövök 3-as a shift. Te vagyunk. Az 0-as. Jövök 3-as, 3-as a shift. Jövök, short bemehet, spoiler ni még itt. Nem tudok így rá. Jövök, hardba se shifterek. Nem, hogy én bénálkodtam. Ez volt három. Hárman jöttek rám, hárman. 83-at kapott, 20 HP is az egyik. Fejbe lövöm, geci! Ám, az a füle volt. Nézd meg, geci. Hova mész? Kicsi fejből, ő most kislábújon érzékel ez tészta, a tészta, 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 savanyúság, dokkoli kémből. Egyébként kívül! Elhozom ezt a scope-t. Elhozom ezt a scope-t. Ki? Kösz. Bizony ki. Te mit csináljak, Kepi? Mi? Pont egy fejes neked. Milyen falevéllel? Hát ott hagytunk mindent. Gaj, vastagja, minden ott van. Nem a miénk. Elviszi a városgondozás. Dehogy, hát maszeknak csináltuk. Jó, hát most elviszi a városgondozás. Flashbang-tolod vagy mi? Köszönöm. Balán fut. Azt a BP tudásomat nézed meg. Egy AP. Oh, kampa píkel BP-vel. Te noob, kicsi, mire számítottál? Te meg kipíkelsz és meghalsz helyzet. Mert scoutot dobott a kepi. Nincs már időm tanítani amúgy. Ja, hát igen. Dob egy scoutot a tészta, AK helyett. Savanyúság. Nincs időm már tanítani kepit. Nem, megköszönnéd a jóságomat. Nincs időm tanítani kepit. Az se jó. Tudom, hogy eszettél bazd meg hirtelen. Van hangos ez a kicsi játék, hogy megsiketült. I love you! Beautiful girl! Most miért smoke-oltad el amúgy? Nem, jó, az pont üres.
lesz még egy minden. Még egy ház. Nem megy az az első Kilgari. Az a Roy Boy, figyelj ma. Én is kiveszem mindjárt. Én beteszem. Rombolót. Ezért tudtad, hogy annak egy kettes szint ugyanazt a rakuntot vették meg. És ugyanattól vettek a rakuntot. Nézzem meg a egy profiukat. Egy pit. Kamara ki fog jönni. Most meg is elveszítem egy vépet. Bozd meg, fel kell, AK-ban megvan amúgy, geci. Igazából, hogy felveszem, akkor tudja, hogy ott vagyok. Nem lehet idő már felugrani, geci. De, fel lehet. Már persze rúgultam, nem lehet. Te se kell szeretni. Vagy az, hogy béna vagy. Nem. Nem lehet. Fel lehet, megmutatom, gyere. Hogy megyek én veled, csó. Vissza egy granádos közé, faszferet a lábad közé. Tudott egy MP9. Hallgeri, tészta. Olyboly, a jó édes, kurva édes. Faszokba édes, fasz, buzi fasz édes, kurva anyádat, az fasz. Édes. Édes. Fasz. Kicsit. Kicsit. Miért? Mókolták mindet. Mókolta. Nem szeretném nem találkozni kicsit. Kicsit. Van mit. Fej a ház. Vétek. Bomba itt van. Érdekes. Bomba itt van. Nem bírál megfogni a házgérc. Szóljon már hozzá valamit. Hát te mit csinálsz? Úristen, mit ez? Itt halsz, balkoni. Körbe rajzoltam az ember, geci. Nem hiszem el. Remélem nem látta senki. Hú, az a mag. Könyvtár, utolsó. Van granyót, smoke-ot, minden. Egy pit is. Azért, kettem vannak, nem van odába. Azért jó volt. Már kiírt longról. Hú, ez nagyon csúnya volt, az csúnyább volt, hogy az enyém. Kettem, utcsó könyvtárok. Utcsó könyvtárok, szóval kettem vannak. Hát azt hittem már, az megölte. Én meg csak gyerünk Notice-re a banán tetőig. Yes, veszek egy smoke-ot, hogy ne lássanak. Ez az. Erről bossz. Menj már lőlem. Halál ez a fia lesz-e. Nem tudjuk rá, akkor mindegy, tudom. Ez egy rámpa. Nagyon gyönyörű, bomba is ott a rámpa. Second mid van, second mid. Galéjó volt van. Ez a seggem alatt robban. Ott még egy, under mid, vagy mi a geci az? Second. Geri, helyzet? Megöltem. Szólok, te olag! Már nem mondok semmit. Jön egy hardba nektek. Kapott, 41. Throwing smoke. Nem lő a fegyver, testvér. Hát volt Cula. Ezt a galét mire előhúzom. Geri, te mit csináltál volt? Trappolt. Mit csináltál? Trappolt. Rántás. De te csak miért nem lőtti? Ott állt előtted az enemy. Hát így jobb volt, hogy meghaltál, hogy ezt egy embert nem tudtél. Még vagy egy is, megölsz azon. Ja. A más hittem, hogy te jössz mögöttem, gecs az az ellenség volt. Azt már nem bírom majd egy rég. Elég a kedves. Nézzük ki az ablakon. Ott a hídon mindig. Igen, van kettő. Buszok van itt. Közel. Kett, három, jön a banán. Banán. Meg fog halni. Megyek át. Ennyi fejük. 57 én egy fejből ütte.
Egy még jobbra hátul, Baldo. Az... Jobbra hátul, oh! Jobbra hátul, Baldo. Ilyen szerencsé. És meg, mi van? Itt a bomba. Onnan lőtt a csávó, és ez én, de megölte, van. Megölte, izé. Hol az ász? Hol az ászom? Lapjátok be tőle lenni gyors. Hogy kell behoppozni, mutasd csak? Ő se tud. Fagd meg! 81-et kapott. Erről tudod már meg. Ne hiszeljen le. Ne hiszeljen le, 20 HP-je van, tudod. Tomod! Azt nem hiszem el. Viccam úgy az játék. Én botok ebbe, hogy... Annyit mondanék, hogy Nova 3. Láttátok? Most egyszer mutattam meg, hogy kell csinálni. Tudottak gecsi sorba az emberek, amit. Azt szeretem is. A hátsót úgy lőttem el, hogy a középső kereszt. Láttam, végignéztem az egészet. Akkor te tanultál ma valamit. Jó vagy, jó vagy. Merre? Mám egyért eljön. Úgy az Ézi osztató mondta mindig ezt. Mám egyért eljön. Az meg beszorult. Hány már, geci, hogy beszorultál be egy 5 méteres ajtón? Nincs is ajtón, geci, már mennyi van? Fájba van lőve, kettő hosszú, kettő. Fájba van lőve. Igen. Helyzet. Ja, nincs fegyverük, hogy nem lőnek vissza rád, vagy ez. Helyzet. Hát mit csinál? Hát hallod? Egy helyben állok, geci, vagy ilyen. Egy helyben állok, és amarra néznek. Hát láttam, végignéztem, mit történt. Natiszer is ez volt a múltkor. Nem? Szerint nincs ában van amúgy? Bazd meg, tényleg valaki. Nem, ott vannak, jó van. Észáj tiszta. De szépen tudom felszedni amúgy. Nézzétek, nézzétek. Szedi! Oh! Hova nem néztünk be? Én meghalok! Kettel is meghaltatok. Én megálltam, mert azt hittem, hogy nem robban fel. Én mentem volna megölni az Edit. Hallod, azt mondtam, hogy figyeljétek, mondom, beszopatom Gerit fölé. Én is ezt hittem a szopat, utána hallottam. Azt utána meg Edit hallottam, hogy elkezdi szedni Gerit. De hol volt? Nem tudom, szerintem lehet, hogy felborkolt hátkolom valami. Grévjár? Ó, az avokádó szerelem. Ja, ennyi visszakott. 2-0-nál vagyunk, ezt meg. Három, 4 gránát jött, menjetek három. Kusolják, banát. 4 gránát jött, 4 gránát. Lejött a kávé. Egyet, 90, 90 kapott. Lejött. Kobe. Megrissítsi ma. 5 feles. Itt van még. 2 feles, 6 meg 86. Meg egy lovos. Megkapta két. Mögöttem, patkány. Biztos, hogy banán, fix banán. Fix info. Ezt úrnám amúgy. Ez lovos? Nem. És szólok, hogy ez az utolsó. Két lovos töltöd meg most. Lehoztam a költ meg. Banánból jön fix. Vagy lehet, hogy szével egy AK-t. Jákát akkor ott, hát az... Ott volt egy jákát, nem tudom ki vette rá. Geri? Hát én hogy nem vettem volna rá, öltem is fele kettőt. Meg kettőt lesebb. Igen, ez is felkezdi szedni. Buh! Tehát a csulát biztosan bannol már. Úgyhogy nem haragudtok, majd ezután el kell mennem kakilni. Előbb hallottak, hogy üzletelsz, ne az útjál már. Egy kicsit, nem baj, nekem meg gyorsan letosolok. Én meg megparkoljál, mire gulább. Tényleg kakillom kell, amúgy már itt hángatom a lábfejemet, hogy benne szarjak. Ott egettem egy francia sráltet, grillcsirkével. Az a baj, bazd meg, hogy utána láttam egy csoki pudingot, azt lehet nem kellett volna. Hát, lehet, hogy nem jó. A majonézes. Okay. A 17 HP-n van, Gitt. Négy a kör neki. Helyzet. Ezt akarod, hogy megöljenek? Titan. Meg akarsz halni? Baszni akarsz?
Azt nem válta senki remél. Így gyengét elveszített. 81, 3, 34. Tönnyi, bazd. 2 méter. 21. Jó, 17 HP-n volt. Látom. Nem látom. Nem te. Nézzétek meg. Scout-tól. Van gránátod, bazd. Mennyi rácsodat? Van meg gránátja, eltele és nem dobja a gránátot. Nem tudom, ezt tanítani kell, vagy miért? Hát nem tanítottam meg, vagy néki ezeket. Ilyenkorban arra gondolok, hogy eltaláltam, van egy gránátom, dobom. Ja, hát igen, csak... Zavar! Nem, jobbra, jobbra kint. Nem, a pitből lő, pit. Áááá, az a mák ember. Most egy másodperce hamarabb tette le a fejét, mint kellett volna. Gránátot húz, hogy eljött mondok. Gránátot húz. Most azt fogok sütni amúgy, és azt sütet. Eltaláltam. Mikor? Most. Észre. Én már be van panírozott. Á, még tegnap előttőben volt. Jó, a fűtőben lát. Á. Egy gömteg. Akkor mindenki elmegy majd következőre? 5 perc, 10 max. Ja, egy 10 perc, hogy nem kell kapkodni. Ház, egy, 91-1 házba. Minek? Bent vagyunk. Erre már. Most B vagy A? Az M91. Ezért megyünk B-re. Mennyi már B-re? Egyet. Rotringbe lőttem. Tudod, hogy mennyi is csapott? Melyik bérzett? Nullá. De ketten voltak ott. Nullát kapott. Nem mondod komolyan, hogy el. Okay. És tudod, hol volt a cégkén ez gecsa a telibe az ember? Már, hétszű. Ilyen emberek nincs helyen. Hétszű. Geri, most halt meg. Kilenc hátul. Ezek amúgy infónikiát. Na ez szerinted ez előrefele néz, mikor előbb megöltem a társát. Ezt mondom. Hát lehet úgy volt, hogy addig beér, mire te odaér. Na most mi lett a Roy-ból jön meg a Rotringa? Nem tudom. Majd most jönnek, nyugi. X-re. Tudom, de ezek fixen vásároltak, mint a 10 éves okorános nulla. Amúgy meg lehet, hogy azért, mert első meccsünk volt, az még hideg volt. Én ezt nem értem. Hát lehet, hogy mennél nekünk, hogy 5 euró. 10 éves okorános. Hogy? Hát 5 euró. Ha, 5 euró, ja. De hol lehet venni? Website. Fett a mine is egy argentin stimakuntot. Geri, ezt nem mondod, hogy 30 HP-t, mert azért belementi a tűzbe. Van flashed jobbra? Van. És van az ember is ezen a pályán, már nem érted? Már rég virázom való. Ez a sarok lesz, szajt. Na. Blond. Jön a mid. Egyes mid. Stort. Ember. Az bejött. Honnan lőnek? Feladt az életi. Na majd 10 perc múlva akkor. Jó. Annyi elég. Nem, oké. Melyek szólni? Jó, most ott. Valaki addig nem akar egy szánsegédet nyomni? Dave? Ja, akkor te is elmész. Geri? Mindegy. Loyalty and unfaltering teamwork. A lesser known fact, bees have not just two, but five eyes. It's time we take a look at the five eyes of vitality. The bullseye, Zyro. Number one player in the world, 2 years on the trot, the chosen one has pulled off plays that should be inconceivable. Mathieu's 2020 vision when reading the game and commanding his opposition drives the sting in the vitality pack. But no major title to his name, yet. Fellow Frenchman and Birdseye, Apex. Entry fragger turned in-game leader, the captain's overview of the entire swarm crafts crucial venom in Vitality's sting. Oh, and his thirst for a major title with an international squad.
the all-seeing eye, Dupree, quite literally. This man has witnessed it all. As the only player to attend all 18 CSGO majors and take home trophies at 4, 3 of which consecutively. Next to him, the eagle eye, Magis. Katowice 2019 major MVP and alongside Dupree for 3 major titles. Emil has the brain and the aim to underscore his precision. Finally, the eye-catcher, Sphinx. 2022 has arguably been his breakout year, first with Ents, now with his new hive. This kid floats like a butterfly, but stings like a bee. And making it to the semi-finals in Antwerp was just the tip of the honeycomb. With this new-look squad lifting their first trophy at EPL Season 16, the pressure is on to bid farewell to a history of major quarter-final finishes and taste the sweet nectar of victory in Rio. And the pressure will continue as this is a series of survival. This is the Intel Extreme Masters Rio Major, and this is also potentially the final time that we will be seeing Vitality or Ents up on this very stage. 2 losses and 1 win is how these squads will be converging. Joining myself, Rez Biz, on the desk, Janko and Alan, to see exactly how this one is going to be going down. Gentlemen, somewhat different paths for both of these squads to make it here. How are you weighing them up then, clashing together, Alan? Yeah, it should be very exciting. I mean, Vitality, whilst they're carrying 2 losses, both in overtime, that Na'Vi game, they had plenty of opportunities to get that over the line. They looked really great for me in that game, but it didn't change the result. They're against elimination. Mouse game made a few mistakes, and that's why they end up here, whilst it feels like Ents have been a little bit more shaky to me, despite the results being the same. Yeah, not necessarily a David versus Goliath matchup, but not far away from it either, in my opinion, right? Ents still a team that's through the process of changing, you know, their style and getting accustomed to playing more default compared to the execute heavy style they had in the first half of the year, that brought them a lot of success, you know. And Vitality, after that trophy win in ESL Pro League, right, you think that's going to help them kind of propel them, give them confidence to do better, and they don't do so well at the showdown, right? But here it's tough opposition, you know, like you can't really blame them for some of the games that they've lost. I think that's why they're favored in this particular matchup. And I love that you did a piece on Dupree, because I think he's really underrated. Like, his career is probably underrated. Only player to play at every single major 18 out of 18. And he's been consistent throughout that time, obviously lifting 4 major trophies with Astralis and whatnot. So, yeah, great to see him still trucking along. Yeah, I love that. And hopefully he will make it to the playoffs as well, considering, you know, his tenured history as a player. I'm sure we're going to be, you know, diving into him and his kind of impact going forward as well. But I think you're definitely right, Janko. When we're looking at kind of the roots of both of these teams, obviously Vitality getting a little bit stung by that finish in the Challenger stage, because they've had to take on not only Na'Vi, FaZe obviously they managed to take down, but MAUS as well. That was a closer series than I thought it was going to be. Yeah, and you would think that in a close series, you know, Vitality would be able to get over the finish line, considering the veterans that they have on their roster, on their lineup. But when it comes to overtimes in those games, sometimes it's just a little bit of a 50-50. And I think Vitality, they have what it takes to not let that really, you know, impact them all too much. I think it's going to be of great help if they get through this game, the fact that they've already played Na'Vi, so they can't meet them in that 2-2 bracket. They might have a bit of an easier job in that last bracket. Yeah, no, that is a good point going forward. And then for the side of Ents, I feel like just a different narrative in terms of, you know, obviously 2 losses against admitted to them, but they were pretty dominant. Obviously, they did have to go up against Furia on this very stage with a home crowd cheering against them. But then that Fnatic game as well, I don't know, I thought that would be a little bit closer. I think if we just look back anyway at Ents since they made this lineup, it's been so up and down. Some of the games, they look brilliant. Some of the games, they don't look so great either. In the final of Challenger Rotterdam, that was so flat against Outsiders. Outsiders just swept them, just playing their slow style, and Ents were just making far too many mistakes. So I feel personally like this team is still far too early in its life cycle. There's a lot of changes to figure out, as Janko mentioned. They're going from Snappy calling straight set rounds to now having 2 much more vocal players wanting to be more default. That takes a long time to figure out, and I suspect against Vitality is going to be too early. The problem for me is this, Frey, okay? Electronic, Bit, Rops, Twists, Spinks, even if you want to put in there, Yekindar,
Valde, like Dija, like you want to put those guys into the Star Rifler category. It's like, where is the firepower really for them? Can they perform in that role, right? It's like someone like Valde, obviously, and you can look just also here, the playoff. This is like major playoffs because, you know, with the crowd and still, if we just put LAN playoff appearances, we wouldn't have enough room on the graphic for Vitality, but you can tell 29 versus 3, right? The experience is just overwhelmingly on the side of Vitality, and we'll see how it will get when the game actually goes live. You know, I think Zywo has quite a few fans in here, Apex as well, so whether that will impact Ents, I think they were shook in that first game against Furia on the stage. It really benefited them going backstage to play against the Eagles. Yeah, undoubtedly. I want to put a pin in your Valde conversation, though, because I don't know, I want to throw it back maybe a couple of years now. Weren't we looking at Valde to be that star rifle? Like, he hasn't kind of delivered, I guess, in that category yet. Yeah, the problem is, like, he took a step back in some of those a million of the North rosters changes that we've had and became more of a supportive player. But when he was the star player, he was actually really good. I think he played under Snappy for a little bit in some of those heroic teams, probably. So it's up to him to prove it, right? Like, also Dija, he's even with Spinks, he's been that sort of a second quiet star, right? Madden, I think, with less space is able to do more. So if you switch that up, will you be able to get that from someone else? I'm not so sure. Yeah, well, Valde actually said coming into this team, a big reason he signed for them is because he knew he'd get his roles. And he didn't have those roles on OG because Alexi demands a lot of rotator spots on the CD side. So Valde came in, he said, I want these spots. I'm not signing for you if I'm not going to get into these positions. And because of that, we have to put a spotlight on him. He has to perform. He has to be a star player for this team. And whilst he's had some good games, I don't think I've seen the Valde of old just yet. Currently the lowest rated player for Ents here at the Legend stage. That's not great. That's not great at all. And, you know, I liked him back then. You know, I felt like he was a good player. And I think maybe it'd be a bit harsh to, hey, you need to perform right now at the Major, otherwise we're going to cut you, right? But I don't think you can also wait a year for him to show up. So you need to see some signs very early on. We know Ents was looking at other players beforehand. He wasn't the number one option, right? Guys like Clowns from Sprout, who's been doing well at this tournament so far. So I think it's a lot of questions that need to be answered by Ents. Tough task, but they've been up against this sort of opposition before. Well, speaking of questions, let's flip the script back on over to Vitality's. We do have Apex with a few words ahead of the series. The Major Madness continues, and I've got a mad lad on the camera with me, at least in Apex here. Apex, you're in this situation again when you're facing elimination. You had it in the Challenger stage, you had it here now. What is the feeling overall for you guys? How are you digging yourselves out of these holes? Well, I would say that it's a way better feeling than we had in the Challenger stage because we feel we play much better. But the problem is we're not closing games. The two games we lost were best of a flashback.
taken down at Alpha. The bomb has been planted. Fire in the hole!
Disconnected.